A ragyogó őszi napsütéses délután finom kemencés ételek, kellemes muzsika és igazi piknik hangulat várta azokat a hajdunánásiakat, akik október 7-én ellátogattak a Móricz Pár könyvtár és helytörténeti gyűjtemény őszköszöntő családi délutánjára. Az idejében a helytörténeti gyűjtemény is csatlakozott a múzeumok őszi fesztiváljához. Ennek az első programjaként egy kreatív pályázatot hirdettünk meg általános iskolás gyermekek számára. Kreatív pályázat lényege az volt, hogy egy általuk választott népmesét dolgozzanak fel, mégpedig úgy, hogy természetes alapanyagokat, vagy a konyhában, háztartásban található alapanyagokat használnak fel. Pályázatra összesen 31 mű érkezett, ami azt jelenti, hogy 65 gyermek vett részt a pályázaton, 65 gyermek orvostani mesét is készült erre az alkotásra. Az őszköszöntő családi délután programjának részeként sor került a Népmese napja alkalmából hirdetett kreatív pályázat eredmény hirdetésére. A beérkezett alkotásokat egy három fő zsűri értékelte, közöttük volt Fekete Andrea, a Bocska István általános iskola igazgatóhelyettese, Vargáné Pap Julika és Nagy Beatrix, a Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa. Az alkotásokat az október 7-én megrendezésre kerülő család délutánunk keretében mutattuk be, és zsűriztük le, akkor kapták meg a gyermekek az ajándékokat. Ezen a napon külön volt egy közönségdíjas szavazás is. A program vendégei maguk is megcsodálhatták és kiválaszthatták a kedvenc alkotásukat. A családnap keretében szimfonikus programokat is rendeztünk. Elsőként a Meseterisznya óvónői munkaközösség adta elő a Só című népmesét. Utána pásztordalokat és őszi gyermekdalokat hallhatunk a Szalmak Alap Citere Együttes, a Hajdú Bokréta Hagyományőrző Együttes és Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület kórusa előadásában. Az estét pedig a Longhorn zenekar koncertje fogja zárni. A délután folyamán a vendégek kemencében sült pogácsát és almás süteményt kóstolhattak, emellett számtalan népi játékot is kipróbálhattak és különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A színes őszi program kavalkád a családi délutánnal nem ért véget. Az intézmény alkotópályázatot hirdetett középiskolásoknak, az őszi színidőben pedig a kisiskolásokat várják egy kétnapos szünetelő táborra. Az őszi fesztivál programjai között középiskolásoknak hirdettünk még fotópályázatot. Ennek a lényege az, hogy a múzeumi munka, a múzeum pillanatait örökítsék meg digitális fotón. Október 30 és 31-én általános iskolásokat várunk múzeumi szünetelő programra. A múzeumi szünetelőre elsőtől az 5. osztályos általános iskolás gyermekeket várunk. Ennek a programnak a lényege, hogy az őszi szünetet a gyermekek közösségben tölthessék, szórakozva tölthessék el. A programra jelentkezni a helytörténeti gyűjtemény elérhetőségein, vagy személyesen az intézményben lehet.